Kedves ünnepeltek, tisztelt vendégeink! Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntöm Önöket, GG Község önkormányzatának a nevében. 60-70-80 évet megélni, átélni nem kis dolog. Önök, idős emberek, a hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. A legkülönfélébb életutakon, gyönyörű élményeken és keserű tapasztalatokon átjutottak el idáig. Bárhogy is történt, annyi biztos, hogy csodálatra méltó a kitartásuk. Tapasztalatuk pedig társadalmi megbecsülést érdemel. Nekünk, fiatalabbaknak és fiataloknak az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magába kell, hogy foglalja az idős emberek elfogadását, támogatását és szeretetét, hiszen mi is érezzük az idős emberek bölcsességét és odaadását. Szüleink, nagyszüleink mosolya és támogatása most is rengeteg erőt sugároz felénk. Az ő kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. A méltóság, melyet hordoznak, és a tisztelet, melyet feléjük közelítünk, nem pénzkérdés, hanem egyszerű, szeretetteljes magatartás. Tágabban értelmezve, önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A tudósok megállapították, hogy az öregkor nem csak a maga tapasztalataival és értékeivel rendelkezik, hanem nagymértékben testi erővel és szellemi, lelki frissességgel is. Az időskorral foglalkozó kutatások arra bátorítanak, hogy használjuk ki a még meglévő rugalmasságot, ötletgazdagságot és kétségtelenül nagymértékű kreativitást. Idősnek lenni nem jelent mindenképpen zsákutcát vagy holtvágányt, hanem az élet megkoronázását, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. A jelen végül egyszer kicseny, de nem hagy nyomasztóan annak, aki ettől való félelmét átadta Istennek, hanem hálával és bizalommal lehet minden napot. Minden életkornak megvan a maga szépsége, megvannak a sajátos feladatai. Valamennyi életszakaszban megtesszük, amit vár tőlünk a környezetünk, családunk, munkahelyünk. Így tették ezt szüleink, nagyszüleink, idős barátaink és ismerőseink is. A mi dolgunk, hogy idős embertársainknak olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó életet. Vigyázzunk kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják azt az anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel örömteli életet élhetnek. Nem csak ezen a napon, hanem mindig mindent meg kell tenni azért, hogy érezzék fontos részei életünknek, társadalmunknak, és nem hagyjuk magukra őket. Kedves ünnepeltek! Egy New York-i bíboros mondta a múlt század közepén, az embernek három korszaka van. Az ifjúság, a felnőtt kor és a de jól nézel ki. Nos, lehet, ez valóban így van. Sokaknak az időskorról az jut az eszébe, hogy azok gyülekezete, akik egész nap nem csinálnak semmit. Pedig mit meg nem adnék én azért, hogy ennyi idősen annyi tartás és erő legyen bennem, mint édesapámban volt, vagy édesanyámban van. Nekem ők mutattak irányt. Ők indítottak el ezen az úton, ami végül is megmutatta hivatásom, emberségem. Nélkülük, segítő szavaik és biztatások nélkül nem lettem volna képes elvégezni iskoláimat, átvészelni a nehezebb időszakokat. Sajnos édesapám már nem él, hogy elmondjam neki, mennyire hálás vagyok. Ezúton mondanék neki is köszönetet ma, az idősek napján. Itt és most, az idősek napján meg emlékezzünk a múltunkra és őseinkre. Emlékezzünk meg azokról, akik GG-t alapították. Gondoljunk azokra, akik a legrosszabb időben is itt maradtak. Otthon teremtettek, és otthon teremtettek. Adjunk hálát dédapáinknak, akik templomot és iskolát építettek, és köszönjük meg nagyszüleinknek és szüleinknek, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, hogy ismerjük egymást, hogy szomszédok lehessünk, és hogy szeressünk kis falunkat.
összetartozunk. Legyél férfi vagy nő, legyél rakoncátlan ifjú diák, vagy lassan életét összegző agastyán. Összetartozunk, mert összeköt bennünket a szülőföld szeretete. Az a hely, amely az otthonunk, és ezt megbecsüljük. Jó, hogy van egy hely, ahol felneveltek szüleink, ahol gyermekek voltunk, ahol családot alapítottunk, gyermekeket neveltünk, ahová minden alkalommal hazajöhetünk. Jó, hogy van egy hely, ahová barátainkat meghívhatjuk, és van egy hely, amelynek földje nyugodalmat adhat majd. Jó, hogy van egy hely, amelyet alakíthatunk, formálhatunk, úgy, hogy az szép legyen mindenki megelégedésére, amelyet átadhatunk az utánunk jövőknek azzal, hogy gyökereinket megtartsák, a jelent tisztességgel megéljék, és a jövőt alakítsák. Nagy örömmel tölt el, hogy több olyan ember él a településen, akiknek ugyanazt jelenti a település szeretete, hiszen szép szemmel fogadták el meghívásunkat, és jöttek el a mai rendezvényre. Kedves nagymamák és nagyapák! Vajon mi is az igazi szeretet? Vasó Albert szerint az az isteni erőforrás, mely nélkül nincs se élet, se békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, se semmi más érdemes emberi megnyilvánulás. Az a szeretet, mely egybeolvaszt testvért a testvérrel, mely megértést és békességet teremt a civakodás helyett, egységet a széthúzók között, építő szándékot a romboló szívében, és közös, nagy emberi mozdulatokhoz ad erőt a leggyengébbeknek is. Gégény község minden időskorú lakójának kívánom, hogy szerető család osztozzon örömeiben, segítsen gondjaiban. Hemingway gondolataival kívánok jó egészséget, további sok erőt, a mai estére kellemes emlékek felidézését önöknek. Emberi törvény, kibírni mindent, s menni mindig tovább. Még akkor is, ha nem élnek már benne remények és csodák. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.